Jó reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a reggeli iskolapás és Daytrade. Ma egyébként este 8 óra után is, olyan 8-15-kor fogunk kezdeni. Lesz kezdőknek szóló iskola Daytrade tanfolyam, és tegnap volt hosszú távú kereskedés. Aminél kihangsúlyoznám, hogy hosszú távú kereskedés picivel azért könnyebb, mint a Daytrade skalpolás. Ugyanakkor a trendvonalak húzogatását célszerű berajzolni, hogy elkezdeni gyakorolni M1, M5, M15-ön. És akkor látjátok, hogyha tegnap itt például visszanézitek, hogy magasabb idősíkon is vannak bizony jó belépők, hosszú távon. Oké, a tőzsde kockátos, a tőzsdézők 76% a veszít, ezt olvassátok el figyelmesen, és semmilyen befektetési tanács ma sem fog elhagyni a számot, csak nézegetjük a csártokat, rajzolunk képzelbeli belépőket, illetve megnézzük, hogy mi történt az elmúlt egy nap alatt különböző instrumentumokon. A tőkeáttétel vigyázzatok, mindig legyen stop loss, és aki kezdő, az inkább demóban gyakoroljon, mielőtt élő kereskedési számlát nyitna bárhol is, vagy pedig ha már van neki, akkor is az különböző új technikákat, stratégiákat, amiket összeszedtek a netről, vagy különböző könyvekről, tanfolyamokról, több helyszínről, azokat először demóban teszteljétek, vagy stratégiai tesztelre, hogyha valaki robotozik esetleg, stb. Stb. CFD-kkel, ETF-ekkel, részvényekkel, vagy részvény CFD-kkel, vagy akár bitcoinnal is, hogy kereskedik, vagy bármi egyéb termékkel, vagy mondjuk euró forinttal, vagy euró dollárral, vigyázzon, mert volatilis a piac. Ennek ellenére nagyjából a hangulat optimista, kisebb nagyobb korrekciókkal, epeubákkal. Én azt mondom, hogy vágjunk is bele. Elvileg megosztottam az MTN-es felületet. A kérdés a következő. Látszódik-e nálatok ez az MT4, illetve valaki, aki szorgalmasnak érzi magát, írja be, hogy fél háromkor milyen adat jön ma. Pontos adat jön, eldöntheti akár az egész hét, vagy több nap, több hét irányát is, vagy pedig egy nagy csapkodás követően beállunk majd egy szintre, amihez majd egy újabb impulzus köré elmozduljuk valamerre. Majd este lesz egyébként egy fedbéskönyv is, ami ugyan nem annyira fontos, mint most a fél hármas adat, de nagyjából elég fontos ahhoz, hogy lássák azt a befektetők, illetve lehet, hogy olvasni aznap este, van este, vagy éppen holnap, hogy is látja a Fed az amerikai gazdaság helyzetét. És ha ehhez még hozzáveszik a ma fél hármas adatot, meg amik még jönnek, plusz a gyors jelentéseket következő időszakra vonatkozóan, akkor nagyjából láthatjuk majd, hogy mi is az irány a tőzsdéken. Egyelőre medvepiaci rallit vagy bikapiacot láthattunk kisebb, nagyobb korrekciókkal, meglátjuk, hogyan továbbot. Senki nem írta be, mi a fél hármas adat. Nézzétek meg, mi lehet, ami nagyon fontos, és írjátok be a többieknek. Itt van egy-két tegnapi belépő, feltételen van a törés, majd azt követően egy szintátlépés, berajzolom nektek. Majd a kitörés visszatesztje, ami egy dupla ajszerűség volt, majd egy újabb ferdevonaltörés. Ezeket is le lehetett volna kereskedni. Majd egy falsta töréses dupla aj. Az előadás alatt én próbálkoztam longokkal, vagy ezen a számlán, vagy másikon, tegnap estét, ha végignézitek, de egy biztos, jött azért jól kiráztak, ha csak nem jó helyen volt a stoppon valamelyik számlán. És amikor ezt a vonalat átléptük, akkor már lehetett sejteni, de ez sosem biztos, hogy ha ez egy dupla top, ami akár M5-ön is látszódik, és annak a nyakvonala alatt egy falstetöréssel fordulunk és átvisszük azt a vonalat, mert ugyan elsőre nem sikerült átvinni, látjátok, hogy másodjára ezen dupla A, dupla V után sikerült, akkor már lehetett sejteni, hogy eddig a szintig, ahol a shortosok stopja lehetett, vagy eddig a szintig, ahol szintén lehetett a shortos stop, el fog jönni az árfolyam, vagy akár e fölé is mehetünk. Ezt követően viszont, ha valaki a kitörési ponthoz hozott egy jó lapos trendvonalat, akár tovább is tartotta a pozíciót, amíg a trendvonal fölött voltunk, és látható, hogy még ezt követően is jött egy dupla top, ami elmaradt, vagy legalábbis nem jött utána egy gyors fordulat lefelé, és akkor is lehetett sejteni, hogy eddig a kanóci, vagy akár e fölé, később évben eljött az árfolyam, mint hogy el is jött.
Aztán itt van az éjszakai oldaladás, attól izgalmas, és megnézzük a reggelt, hogy itt mi történt, még éppen most. Egyelőre én azt mondom, hogy a long trend per pillanat megyen kitart. Visszanézzük az M5-öt. Többen hiányoltátok a Dow S&P elemzését, most ezeket azért mutatom leginkább a Nasdaqot, mert a legmozgékonyabb mostanában az. M5-ön is volt egy elmaradott patok, ez egy zászlószerű alakzat. Látható ez, picit szebben néz ki, mint M1-en. És itt is egy fals letörés volt, látjátok a belépő jelzést. Tehát nagyjából nincs új a nap alatt, egyébként a fals letörés egy hatalmas dupla topnál következett be. A fordító alakzatok rendre elmaradnak, ami egy medvepiaci rally vagy vikapiaci jelzés. Ami bármelyik pillanatban véget érhet, de én azért azt gondolom, hogy tegnap hosszú távú csártokon jó néhány magasabb és alacsonyabb szintet is megnézegettünk. Bárki bármennyire hisz a longban, azért legyen benne stopja, aki pedig a shortban hisz, arra készüljön fel, hogy eléggé kirázós piac, és eléggé gyakran heves fordulatok vannak. Legalábbis eddig így volt, a jövőben hogy lesz, majd meglátjuk. Ez itt a H1-es időség. Bizony-bizony, megtört. Aminek meg kell törnie. Kérdezem én, hogy nem CPI adat jön délután? Valaki írja már be. Kérdés, ahogyan tovább? Ezek itt a támaszszintek, illetve a fehér vonal, amit még visszatesztelhetünk, de jó lenne, ha indulnánk fölfele. De ez csak az én személyes kívánságom, semmiképpen nem befektetés tanács. Emelkedő trend van, no comment. Na, nézzük az eurodollárt. Eurodolláron volt jó néhány trade, korábbi trendcsatorna kereskedés. Picike fals letörés itt, sima kitörés, amikor a vonalat elhagytuk ezzel a hosszú gyertyával, majd egy dupla aj itt, vagy akár ezt lehet zászlónak is nézni, és látható, hogy gyönyörű szép emelkedés van jelenleg a grafikonokon. Ennek örömére csinálunk itt egy részzárást. És a Nasdaqon is csinálunk egy részzárást. A többit pedig hagyjuk futni, hát ha lesz még értelme. Ha megnézzük, hogy a Nasdaqos pozíciónak mi volt a belépő oka. Ráhúzzuk erre a Commerzbank chart, ez tegnap került előtérbe, majd aki kíváncsi lenne, nézze meg. Tehát ő itt a Nasdaq M30-as chart. Megnézzük kisebben. M15. M5. Picit korán lett belevéve, de hogyha megmutatom, hogy később mi lett ebből, talán az M1-es csárton látszódott, hogy itt volt egy trendvonal törés, de később ebből lett egy dupla, kb. Ugyanott vettetek volna bele, és a stop is jól el volt helyezve, igazából ebből már nagy baj nem lesz. Gyorsan megnézzük az eurodollárnál, mi történt. Én itt azt gondoltam, először mutatom az M1-et, ez egy trendcsatorna, azt hittem, hogy ebből meg ki fogunk törni fölfele, picit később következett a kitörés, de ezért szerencsés volt, de ebbe a duplaiba is kb. Ugyanott lehetett volna belevenni. Ezt M5-ön megvizsgáltok, látszik a trendcsatorna, pedig M15-ön akkor még inkább, és látható, hogy gyönyörű szépen fölfele mozog az euró-dollár. Fél háromkor azért készüljetek. Még nem látom, hogy valaki beírta van az adatokat, de lehet, hogy csak én vagyok picikét figyelmetlen. Megnézzük a napi csártot. Ugye eléggé fontos szint van előttünk, ha esetleg fölfele mennénk. Nekem a stopjaim ide vannak elhelyezve, pici lotokkal kötögetek, nagy kockázat nincs bennük. Sőt, van olyan stop, ami pluszban van húzva, emlékeim szerint például ez. Ezen pozícióban már nagy bukta nem lehet, mert összességében, ha a legalsó stophoz is kiütik, akkor is pluszban szállok ki talán. Nézzünk gyorsan egy Brentet. Sajnos az esőtrend megtört. Látszódik is egyébként, aki ma volt tankolni, talán drágább az olaj.
a gázolaj, vagy éppen a benzin. Gyors bitcoin kitekintő, nem nagyon szeretem ezt a terméket, de ettől függetlenül látható, hogy megindult fölfele a kérdés, hogy zászló lesz, és megyünk-e tovább, vagy nem. Vagy egy lobogó alatti leszúrás után megyünk tovább, vagy nem. Vagy ez a kísérlet behal, és az zászló alja alatti stoppokért legyen a piac. Per pillanat mindenki optimista, elmaradó dupla top jellege van, és az egyelőre üdvözlendő, hogy itt ennél a korábbi válfejválszerűségnél nem indult meg azonnal a stop kiütést, shortos stop kiütést követően egy lejtmenet. Elvileg ez emelkedő trendet jelezhet előre, de én ennél a terméknél igen, az elmaradó duplatok is kezd kirajzolni. Nem mondom senkinek, hogy vegyen vagy éppen shortoljon a bitcoint, csak nézegetem a chartokat, mert sokan erre is kíváncsiak vagytok. Ez az emelkedő trend ne törjön meg, ezt a longosoknak üzenem, de ettől függetlenül bármi lehet. Nézzük a hagyományosabb menekülő terméket, ő pedig az arany. Gyönyörű szépen megindult fölfele. Szerencsére ez a falstetörés működött, szerencsére ez a válfejválszerűség elmaradt. Följöttünk a fejtetőig. Reméljük, hogy kitart az emelkedés azok kedvéért. Többen írtatok, hogy elvileg aranyba vagytok beragadva. Most itt van egy pici esély, de hogyha ez egy dupla alj vagy egy fordított válfejvál, akkor azért támasz szintek, gyertya aljak környékén azért illik stoppokat elhelyezni, bár nem én döntöm el helyettetek. Ezek csak meglátások, nem befektetési tanács. Aztán, hogy valahol följövünk-e ezekig a szintekig, ezt én nem tudom megmondani, de aki itt ennél a dupla topnál eladta az aranyát, vagy elkezdett sortolni, és ezt itt berajzolta, és valahol itt lezárta a sortját, vagy annak nagy részét, és már csak egy picike sort fut, esetleg ide stoppolva, vagy ide tetőről nyitva, akkor az nem volt rossz ötlet. Oké. Okay. Nézzünk más termékeket is. Eurhoof. Hála Istennek, jól alakul a csárt, erősödik ismét a forint. Volt egy pillanatnyi ijegység, de ez egy fals kitörés ezen vonalka fölött. Sok mindent nem tudok előrejelezni ez ügyben, meg mondani sem. A nyakvonalát ennek a dupajának visszateszteltük. Ha e fölött lenne a fals kitörés, akkor x napon, héten, hónapon belül ez is elérhető lenne, vagy akár az aj is elesne, de én most jelenleg, mint látjátok, ezen a demószámlán sem, meg amúgy sem. Jelenleg nem tudom a forintot, várok picikét vele, nehogy arcra esés legyen belőle, mert hogyha ezt 3,89-et átvinnénk, vagy visszakerülnénk a fehér vonal fölé, ebben még lehetne dupla top is, picit tanástalan vagyok, de annak örülök, hogy erősödik a forint. Aztán, hogy meddig, azt nem tudom. De a múltkori optimizmusomból egy picit visszavettem, és a shortot lezártam. Ettől függetlenül szeretnék újra optimista lenni, és leszek is, remélem. Robi, írja be, mert írd be, légy szíves a mai makroadatokat, hogy mi lesz. Tehát én vagyok képzavarva. Tegnap kitekintettünk egy picit a technológiai szektorra. Tudom, magasabb idősíkon. Azért látjátok, hogy még olyan nagyon nagy baj nincs a tech szektorral. Fölfel tartanak ezek a részvények. Bár éppen a Tesla egy picit megpihent, és ebben még akár dupla top is lehet. Vagy a dupla top nyakvonalától ijedtünk meg itt, ahol most van az szürke vonal kérdése, hogyan tovább. USA-i infláció a legfontosabb, ahogy írta Robi. Aztán nézzük meg a Dow Jones Indexet. Ugye van egy elmaradó dupla topra való játék, ezt egy picit följébb húzom. Így ebből már nagyon nagy gubanc nem lesz. A4. A Bika piac szarvát, vagy a medve piaci rally szarvát még nem sikerült letörni. Van itt egy dupla topunk, most csak a hosszú távú kilátásokat próbálom
nézegetni. Dupla top nyakvonal visszatesztet látunk, vagy egy hatalmas dupla aljat kibontakozni. És kérdés, hogy a dupla top tetejéig följövünk a stoppokért, vagy nem, nem lennék megrepődve, hogyha kirázós piac lenne. Vagy innen a kettős ellenállást, a ferde és a piros vonalat esetleg átszúrjuk, vagy alul lefordulunk, és jövünk szépen lefele. Hadd ne tudjam, hogy milyen CPI adat jön, meg ugye este még B-s könyv is lesz, mint ahogy Robi írta. Aki esetleg próbált Dow Jones-szal long pozíciókat fölvenni, nyilván sorttal is lehetett volna pénzt keresni helyek közzel. Egy fals letörés, elmaradó dupla csúcs, talán ez is az. Bármilyen idősíkot nézünk, hát az nem bármilyen, de még optimizmus van. Ez például megyen egy emelkedő trendcsatorna. Aztán ebből kieshetünk, mert ugye amikor adat van és várja a piac, akkor azért lehet egy kisebb borogatás. Bár igazából azzal tudnának nagyon nagy mutatványt csinálni, hogyha ész nélkül emelkednénk fölfele, és nem lenne olcsó beszálló, de ezt én most nem tudom eldönteni, hogy így lesz-e vagy nem. Aki tegnap esetleg azt csinálta, hogy reggel nyitott egy shortot, az ügyes volt. Gyakran van nap elejé csortogálás különböző termékekben, majd a falsletörésnél vagy a duplajnál belevett, és eltervezte, hogy legalább a nyakon alig föl fog jönni ez a csárt, vagy ennek az embetűnek a tetejéig a stoppok kiütéséért, majd még merte hagyni a pozícióját egy darabig, az bizony jól járt, parciális zárásokat követően. Ami érdekesség, ilyenkor a duplajnak a két aját össze szoktam kötni a lehető leglaposabb trendvonalat, tehát nem ettől a kanosztól indítom, ez egy day trader kiszálló trendvonal, és amíg fölötte vagyunk, addig részzárásokat lehet csinálni. Ha ezt valaki megnyomta volna így, vagy ezt a falsletörést, akkor az elég jól járt volna. Általános jó hangulat van, nagyjából. Lehetne, nem is túl bonyolult dolog lenne találni a híreket, ami alapján az optimizmus picikét alább hagyna, de most ezt figyelmen kívül hagyjuk, bármikor lehet a short korszak, de most még nem ott tartunk. Lehet, hogy 12 másodperc van, igen, nem tudom. Csak hülyéskedek. H4, DAX, itt is van egy látványos falsletöréses fordulat. Most ugye nem a DAX volt a főszereplő, bár ugye a tegnapi reggeli webináriumot, aki látta, utána a DAX elindult szépen fölfele, majd utána gyorsan kirázta a kereskedőket, és utána lentről újra fordult. Csak mutatom, hogy a DAX-nál elvileg egy sávozást látunk. Én azért szeretném, hogyha fölfele mozdulna ez az index is, de ugye ez nem kívánság műsor, van egy emelkedő trendcsatornánk. Kérdés, ahogyan tovább, ha megnézitek, rövidebb idősíkon fals letöréssel indult egy M5-ös ralli, vagy fordított válfejvállal, valaki megnézi M1-en. Tegnap volt ugye 11-e, itt volt a reggel, amikor a webináriumot kikapcsoltam, azután elindult fölfel a DAX, utána itt volt egy gyönyörű szép short belépő, és figyeljetek, az itteni stoppokat kirázták, majd aki csak ezeket a vonalkákat behúzta, és figyelgette ezt a piros vonalat is, az lehet, hogy jól járt. Itt most nyomnátok egy nagyon komoly longot? 6.55-ös stoppal? Csak kérdezem. Day trade pozícióba. Short stoppok itt vannak, és itt, és ebből nézzük meg, mi lett. Nem ennyire egyszerű a kereskedés, de tegnap ez megtörtént. Hogy meddig tartjuk a pozíciót ilyenkor, amikor a szinteken túl vagyunk, a visszatérési ponttól húztok egy laposat, és a sok-sok részzárás követően eddig tartottátok. Nem olyan rossz tréd, gondolom. Gyors jelentésekről beszéltünk még itt a webináriumban, egy kicsit korábban kezdtem. Oké.
Menjünk át a másik számlára. Ez itt a másik számla. Megnézzük, hogy honnan van daxunk. Igazából ez nem egy jelentős bukta kockázat, de én most felhúzom az utolsó támasz alá stopot, így kezelem ezt a swing trade-et. Aztán az ilyeneket szeretem, amikor már azon kell gondolkozni, hogy hova húzzam a stopot, mert annyira elment az árfolyam. Ebből az eurodollárból szerintem a telefonon ezt a demószámlát elkezdtem részzárogatni, de nem emlékszem rá. Akkor fölkeltem, illetve azt követően nem sokkal. Ebből is zárogatunk egy picit. Az eurodollár nagyon szépen néz ki egyébként, csak jelzem. Sima kitörés, látjátok. A másik pedig egy dupla aj kirajzolódása. De ha megnézzük ugyanezt M5-ön, M5-ön akár egy ilyet is idehúzhatunk. Fals letörés ezen szint alatt az öt szaggatott vonal van. Kreatívaknak ez lehet egy fordított válfejvel, ez egy sima kitörés. És ha megnézzük ugyanezt M1-en, M1-en volt egy vonal, visszateszt, furcsa fordított válfejvel, válnál belevéve, pedig egy sima kitörés. Vagy ha nem is sima kitörés, egy késői vétel, de eljött. Oké, ha nézzük, miket lehetne még itt mahinálni. Részvényeket azért vettem, mert tegnap részvényes webinárium volt, volt ki stop is egyébként, de direkt olyan stopokat tettem, hogy daytrade-be vagy akár swingbe tudjam lezárni, mert nyilván a hosszú távú vételeknél nem ilyen szűkre kell tenni a stopot. Akkor ez megoldva, zárjunk ebből is egy picit. Én így futok neki a délután 14:30-nak. A mini számán, emlékeztek, hogy van egy ilyen, egyik kolléga jó voltából így áll a szituáció, tehát nincs pozíció. Aztán, amiket hosszú távú, néha-néha beletrédelgetek számlának használok. Itt vannak indexek, hát most ezzel nem fogunk foglalkozni, majd a stoppokat lehet, hogy állítatom, ha van kedvem. Különböző számlaméretekkel gyakoroljatok ti is úgy, ahogy látjátok. Ezen sincs pozíció. Ezt láttátok. Nagyjából ennyi. Gyorsan nézzünk meg egy M1-es csártot. Ez hogy sikerült, ezt nem tudom. Én itt nem látok belépőt, sajnos, bár csak látnék. DAX M1. Ebbe itt kellett volna belépni, de még ez is halvány. Lehet, hogy annak lesz igaz, aki 14:30-ig vár. Vagy 15:30-ig, vagy este 8-ig, vagy aki kiadja a napot, nem tudom. Nagy valószínűséggel úgysem tudom megállni ezt, hogy kiadja a napot. De most ez a chart annyira nem győzött meg, amit látok magam előtt, úgyhogy ma nem lesz olyan izgalmas webinárium, mint amilyen tegnap lehetett volna, ha tovább tartom 5 perccel, vagy 10-zel. Mi ott volt DAX kitörés reggel. Robi hozzáállása helyes. Ja, mondjuk kanadai dollárt azt én nem szoktam nézni, de mindegy. Ja, erre jut eszembe. A GBP/USD gyönyörűt ment. Mutatom M15-ön. Ott egy dupla ajbelépő. Mutatom M5-ön. És M1-en.
Mi lett volna, ha tegnap figyeljük a GBP USD-t? Ugye egyszer volt nekem egy belépő, amiből kiráztak, de jól éreztem az irányt. Csak hát hülye voltam, mert nem néztem a GBP USD-t, viszont el voltam eurodollárra, meg NASDAQ-kal elég szépen, tehát tök mindegy. Aki úgy döntött, hogy a counter trendvonalakat megnyomja, vagy éppen zászlókban hisz, vagy éppen az általam nem preferált szint átlépésnél nyomja a vételgombot, akár jól is járhatott, vagy aki esetleg azt mondta, hogy emelkedő trendben szereti az elmaradó válfejvállakat, az tévedett. Viszont miután kisztoppolódott, eldönthette, hogy vajon mikor fog longba lépni. Hát ugye longba akkor lépünk, ha egy counter trendvonal törik, és íme a long. Nem tegnap ment olyan nagyon nagyot, de már régebben azért megindult szépen fölfele. Mutatom napiba, hogy hogy néz ki. Bizony-bizony, aki a GBP USD-nél jókor be tudott szállni, mondjuk itt, az akár jól is járhatott. Gyorsan rápillantok az eurodollárra. Ezt ne kövessétek semmiképpen. 8 dolláros kockázattal majd ránézünk. Megnézzük, hogy a taxa, mi a helyzet. Nem látok belépőt továbbra sem, de azért nem sokára beindul. Azoknál azért nem lépek be, mert nem tudom, hogy fals letörés lesz, vagy igazi. Úgyhogy sajnos ez ma én unalmas lett. És az eurodollárnál esetleges kisztoppolásokat kéne fedezni a stoppok húzogatásával, vagy részzárással, most ettől eltekintünk. Csak demóban kereskedjetek. És a hírkereskedést, aki a demóján akar gyakorolni, bármilyen cégnél is van, annak a fél három, meg a fél négy, az egy elég érdekes időszak lesz. De nem kell nagyra vágyónak lenni, úgyhogy be is fejezem most ezt itt. Sziasztok! Este találkozunk 8 óra 15 környékén.